Ez itt a Napunk Newsfilter 2023. április 4-i kiadása. A híreket ma Sánta Szilárd válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Az elnöki palota a szakértői kabinetet is játékban tartja. До свидания, мигек! Finnország, a NATO 31. tagállama. Zuzana Csaputová köztársasági elnök hamarosan bejelenti, hogy újra indul-e az államfői posztért a 2024-es választáson. De egyelőre más gondok gyötrik. Az ügyvivő kormány gyengén muzsikál, ezért egyre nagyobb a nyomás rajta, hogy valamit lépjen. A köztársasági elnök szakértői kormányt nevezhet ki, kezdeményezheti a problémás miniszterek eltávolítását, illetve tétlenül nézi, amíg a Héger kormány elvergődik az előrehozott parlamenti választásig. Arról, hogy ilyen helyzetbe került az államfő, részben maga is tehet, hiszen kijelentette, hogy ha súlyos hibákat vét az ügyvivő kormány, vagy veszélyezteti a helyreállítási alapforrásainak a merítését, akkor cselekedni fog. Legutóbb a Román Mikulec ügyvivő belügyminiszter körüli botrány kapcsán fogalmazódott meg, hogy Csaputová szakértői kabinetet nevezhet ki. Az ügyvivő tárcavezetőt a Nemzetbiztonsági Hivatal vádolta meg azzal, hogy olyan titkosított iratokhoz fért hozzá, amelyekhez nem volt meg az átvilágítása. Az államfő bekérette a Parlament Védelmi Bizottságának üléséről készült jegyzőkönyvet, amely Mikulec ügyével foglalkozik. Az eset után felerősödött a parlamenti szóbeszéd, hogy az országnak szakértői kormánya lesz. Konkrét határidők és nevek is fölröppentek. Húsvét után Ódor Lajost, a jegybank alelnökét bíznák meg a kabinet összeállításával. Maguk az érintettek nem, de az elnöki palota megerősítette, hogy többekkel tárgyalnak arról, hogyha sor kerülne a szakértői kabinet kinevezésére, vállalnának-e tisztséget. Fel kell készülni arra az esetre, ha cselekedni kell, mondja az államfő szóvivője. Az a fura helyzet állhat elő, hogy magyar miniszterelnök lesz, de ma csökkent az esélye annak, hogy magyar párt lesz a parlamentben a következő ciklusban. Ugyanis azok egyik fő célja a potenciális szavazóik elrettentése. Minden józan számítás szerint a szövetségnek meg kellett volna egyeznie a Magyar Fórummal, hogy egy közös magyar választási lista legyen. Ma bejelentették, hogy ez nem történt meg. Mindkét pártnak megvan a verziója arról, hogy ez miért alakult így, de ezen a pályán a választónak csak az eredmény számít, a többi szócséplés. A szakértői kormány kinevezésével több bonyodalom is van. A pártok nem azt nézik, hogy mi szolgálná az ország javát, hanem az előrehozott parlamenti választások előtt próbálnak helyezkedni, és minden lehetőséget megragadnak, amiről úgy vélik, hogy abból előnyük származik. Röviden, a szakértői kormány az észszerűséget képviselné, a politikai pártok motivációja pedig valami egészen más. Ezért könnyen elképzelhető, hogyha a szakértőkből álló kabinet meg is kapná a támogatást a parlamentben, a javaslataikat, legyenek bármilyen jók is, megfúrják majd a törvényhozásban. Jellemző, hogy a parlamenti pártok közül egyedül a vizuális megújulással és az eltűnt szavazók keresésével elfoglalt SAS jelentette ki egyértelműen, hogy támogatna egy szakértői kormányt. Lubomír Svoboda, vezérkari főnök helyettes, okosan és higgadtan magyarázta el, miért nem kell könnyeket elmorzsolni az ukránoknak átadott MiG-29-esekért. A komoly szakmai tapasztalattal bíró Svoboda egy terjedelmes interjúban rávilágított arra, hogy az orosz vadászgépek üzemeltetése fenntarthatatlan volt. Különösen azoknak ajánljuk az érveit, akik populista politikusok leegyszerűsítő, a valóságtól elrugaszkodott véleményére adnak. Nézzük meg tételesen, miért volt tarthatatlan a helyzet. A 11 vadászgéphez 20 vagy 22 pilótára lett volna szükség, ehelyett mindössze 5 bevethető pilóta maradt. 2007 és 2009 között volt a legjobb a helyzet, akkor 19 pilóta állt rendelkezésre. Mivel a MIG-ek gyártását már régebben beszüntették, ezért nehezebben lehetett alkatrészhez jutni,
gyakran álltak a gépek. A megrövidült, levegőben töltött idő pedig nem tette lehetővé, hogy új pilótákat képezzenek ki. Az orosz fél azt vállalta a szerződésben, hogy a vadászgépek 70%-a lesz bevethető, tehát minimum 8 gépnek kellett volna üzemképes állapotban várakoznia, ehelyett leggyakrabban 4 gép tudott volna felszállni. A 90-es években még 24 MiG állt rendelkezésre. Ebből 2 balesetet szenvedett, 1 kigyulladt. A maradék 21-ből 12-t korszerűsítettek. Ezt a modernizációt Szlovákiában végezték, és amerikai avionikát, rádiót, navigációs rendszert kaptak a vadászgépek. Ez ebben a formában Oroszországban nem történhetett volna meg. A katonai vadászgépek szervizelése sokkal bonyolultabb, mint az utasszállítóké, amelyek néhány óra, legkésőbb néhány nap alatt megkapják a pótalkatrészt. A katonai gépeknél nincsenek ilyen készenléti raktárak, ezért előfordul, hogy hónapokat kell várni a szükséges alkatrészre. A kisebb javítási munkákat a MiG-eken szlovák szerelők végezték, de ha komolyabb meghibásodás történt, például az elektronika ment tönkre, akkor a Szliácsi reptéren orosz szakemberek hozzáértése kellett. Olyan tudásról volt szó, amellyel csak a gyártó rendelkezett. A létszámuk az alapján alakult, hogy éppen milyen javítási munkák zajlottak. 10 és 40 fő között változott a számuk. Az oroszokkal kötött szerződés nem garantálta, hogy a megfelelő mennyiségű alkatrész időben megérkezzen Szliácsra. Amint erre utaltunk, a vadászgépek korlátozott ideig repülhettek, ami ellehetetlenítette a pilóták utánpótlását. Svoboda elmondta, a NATO évi 180 óra repülést ír elő a pilótáknak. Ezt a követelményt Szlovákiában lefaragták 120-ra. A valóságban a MiG-ek pilótái 52 órát repültek évente. Svoboda azt is felidézte, hogy az oroszok mindig megígérték, hogy nem lesz gond az alkatrésszel, de soha nem teljesítették a tervet. Amikor a szlovák fél átvette az új motort, az oroszok garanciát vállaltak, hogy 350 órát repül majd. Ebből általában 70 óra lett. A vezérkari főnök helyettesben felmerült a gyanú, hogy elszabotálják a szerződést. A harmadik Smer kormány aztán megrendelte az új F-16-osokat, de közben meghosszabbította a MiG-ekről szóló szerződést az oroszokkal, mégpedig rendkívül drágán, 180 millió euróért. Az ukrán háború rendesen meggyorsította a MiG-ek kivonását a forgalomból, a karbantartó orosz csapatot is elküldték az országból. Tehát az, hogy átadták az ukránoknak a vadászgépeket az amerikai avionika nélkül, jó döntés volt. Látható, hogy a megtarthattuk volna a MiG-eket, mert politikusi mantra szakmailag teljesen védhetetlen. Ne dőljünk be neki! Finnország biztonságosabb, a NATO erősebb lesz a katonai szövetség bővítésével, mondta Jens Stoltenberg NATO főtitkár ma Brüsszelben. 74 éve éppen ezen a napon alakult meg az Észak-Atlanti Szerződés szervezete. A NATO az évfordulót bővítéssel ünnepelte, Finnország a szövetség 31. tagjaként csatlakozott. A főtitkár szerint a finn döntés azt mutatja, hogy minden ország szabadon dönthet arról, hogy a szövetség tagja kíván-e lenni. Pekka Haavisto, finn külügyminiszter átadta országa ratifikációs okmányait ma Brüsszelben Antony Blinkennek, az Amerikai Egyesült Államok külügyminiszterének, ezzel pedig véget ért a finn csatlakozási folyamat. Blinken köszönetet mondott Putyinnak, mert elérte Finnország csatlakozását. Az orosz elnöki szóvivő Dmitri Peszkov szerint a NATO bővítés az orosz nemzeti érdekek megsértése, és ellenintézkedéseket fognak tenni. Részleteket nem közölt. Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter részvételével ma délután összeült a NATO-Ukrajna Bizottság, amelyre 6 éve nem volt példa, mert Magyarország rendre megakadályozta a találkozót. Most megkerülik a magyar kormány vétóját. Stoltenberg a csatlakozás kapcsán megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök számítása nem jött be az ukrajnai invázióval, mert a NATO ereje nem csökkent, hanem tovább növekedett. Svédország és Finnország azonos időben jelentkezett a NATO-ba, a csatlakozás azonban csak az egyik országnak sikerült. A svéd tagságot egyelőre a török és a magyar parlament nem hagyta jóvá.
A 74. születésnapját ünneplő NATO több bővítési hullámot is megért. 1949-ben 12 állam részvételével alakult meg. Az 1989-es rendszerváltozások után 10 évvel kezdődött meg a posztszocialista államok csatlakozása. 1999-ben Csehország, Lengyelország és Magyarország lett tag, majd 2004-ben Szlovákia is társult. Hírek egy mondatban. Több kép törlését kéri és bírósággal fenyegeti a Fortepán online fotóarchívumot az alapító szerkesztő szerint a magyar közmédia. Peter Pullman bíró elutasította Robert Kalinyák és Josef Brhel elleni vádiratot František Imrece, a pénzügyi hatóság egykori elnökének megvesztegetésének ügyében. Csak látszólagos segítséget nyújt a kormány az önkormányzatoknak, mondta a szövetség sajtótájékoztatóján Őri Péter, Csallóközs csütörtök polgármestere. A szlovák jégkorong szövetség úgy döntött, hogy nem hív meg a májusi elitvilágbajnokságon induló nemzeti csapatba olyan hokist, aki az orosz bázisú KHL-ben játszik. A NAKA vizsgálja a katonai hírszerzés vagyonának pazarló felhasználásával kapcsolatban felmerült gyanút, közölte Hamran István országos rendőrfőkapitány. Kidőlt fákhoz, illetve a szél okozta egyéb károkhoz riasztották ma a tűzoltókat az ország keleti részén. Kassa megyében 9 riasztás érkezett, ebből 4 Kassán. A NAKA nyomozója, Ján Csurilla először beszélt azokról a felvételekről, melyeket Robert Fico megvágva prezentál a sajtótájékoztatóin. Fico úrnak talán valami van a hallásával. Ha egész Szlovákia hallja, neki is hallania kellene, mondta Csurilla. Szlovák volt a leghíresebb magyar huszár. Szlovák vagy magyar volt Madagaszkár királya? Magyarországot vagy Szlovákiát tartotta hazájának a Barcelona foci legendája? Az ismert történelmi személyiségek nemzeti hovatartozása számos vita és félreértés forrása. A Napunk és a Gyennyiken által készített magazin 10 ilyen történelmi személyiség életét mutatja be. A magazin létrejöttéhez szükségünk van a segítségedre. Légy te is a támogatók egyike. További infót a napunk.sk főoldalán találsz. A mai Napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Sánta Szilárd. Én Kovács Magdaléna vagyok, a viszonthallásra holnap.